Talpra magyar. Híja haza. Itt az ide. Hát amikor olvasom a forgatókönyvet, hogy ennyi akció jelenet és ennyi kaland jelenet van benne, akkor az első reakció nyilván az volt, hogy ez mekkora királyság. Nagyon örültem és nagyon felvillanyozott, ahogy először elolvastam, és iszonyatosan vártam, hogy ilyen feladatokat kell csinálnom. Verekedni kellett sokat. Azért én sem gondoltam, hogy ennyit kell rá készülni. Szóval, hogy az normálisan nézzen ki, az nagyon sok munka. Ez az erőszakosság, ez nem valami mese, hanem ott a mindennapokhoz hozzátartozott. A Most vagy soha egy történelmi kalandfilm, ami kifejezetten azzal a céllal született, hogy a lehető legtisztábban és legkalandosabban beszélne erről a napról. Ez a pár fiatal srác megálmodott valamit, és azt elérte, és véghez vitte. Tényleg olyan események előtt találták magukat, hogy vagy feldövünk a feladathoz, vagy elveszünk. Remélem, hogy a mozinézőnek az is egy nagy rácsodálkozás lesz, hogy mennyi akadály gördülhetett ezek elé, a fiatalok elé. Vannak sötét erők, akik ezt az egészet meg akarják akadályozni. Nem hagyom, hogy ezek a suhancok a feje tetejére állítsák a várost. Feljegyzéseink vannak arról, hogy a Pilvaxban konkrétan besugók figyelték az ifjakat. Az 1848-as világnak az alvilága is megjelenik. Az akkori korszaknak a gengszterei, banditái és rossz fiúi. És ebből született egy teljesen fiktív szál, amely adott egy antagonistát, adott egy izgalmas kalandfilm cselekményt, amely folyamatosan összeütközésben van a mi ifjaink ismert történetével. Nagyon jól el van találva az, hogy hogyan tartsa fent a feszültséget, és hogyan figyeljen a néző folyamatosan, és hogyan izguljon. Itt van egy kalandfilm belehímezve ebbe az egész történetbe. És ez egy nagyon jó találmány. Hadékén. Meg lesz. Nagyon örültem, hogy így tudjuk megmutatni Szendrei Júliát tényleg, amilyen volt. Nagyon-nagyon művelt, rebellis, és nem szerette, hogy meg kell felelni a kornak. Nem mondom el, hogy mi lesz a filmben, de Júliának nagyon nagy szerep jut abban, hogy ez a forradalom sikeres lesz. Ahhoz, hogy ez így megtörténjen, Júlia, nagyon kellett. A leírások szerint otthon ült és kokárdát készített. Mi tovább mentünk, sokkal tovább mentünk. És örültem, hogy írtak nekem egy barom izgalmas szálat. Érdekes volt elképzelni, hogy ez a fantasztikus nő hogyan viselkedhetett bizonyos helyzetekben. Egy inspiráló nő, akire fel tudok nézni, és ez nagyon tetszik, hogy eljátszhattam. Akár ő az ilyen példaképen.